Алло.
что? Szóval most azt csinálom, amit írtam a Facebook oldalon is, hogy így lehet ingyen kártyákat szerezni. Na most nem tudom, hogy van-e korlátozás azon, hogy egy nap hány kártyát kaphat az ember kraftolással. Mert ha van, akkor megszívtam. De nem kéne, hogy legyen. Mert én erről még nem hallottam. Hát így van, lapik a kettő. Ez is csak egy ilyen... soron kívüli adás, soron kívüli embereknek, akik tudják egyáltalán, hogy mi az a Steam, mert hogy SC2 az nem nagyon lesz itt. Azt kell mondjam, hogy egyáltalán, tehát 0% esély van rá. Most nézzük meg, hogy ezért jár-e a kártya, de ha nem jár, akkor én felfüggesztem itt ő előtt, tehát... és utána olvasok, hogy van-e limit, de most meg kaptam, szóval nem értem. És ezért is kaptam. Erre oda kell figyelni, mert hát azért ezért is gyűjtöttem össze ezeket a kártyákat, hogy... egyszerű. Az ilyen hulladékabbakat kraftolom le előbb. Mert hát tagadhatatlan, hogy vannak azért minőségbeli különbségek ezek között. Jó, hát az úgy marad. Meg se vettem a Legacy of the Void-ot. Attól tartok, hogy releváns SC2 tartalmat fizikai képtelenség jelenleg sugároznom. És akkor azt hiszem... részletesen fogalmaztam. Azóta kibaggolt ez a... dashboard is. Teljesen értem, hogy hogyan, de hogy nem látom a saját adásomat. Na mindegy. Régi nevek vannak chaten, úgy látom. Mert hogy az még működik, a chatlista. Szerencsére. Na és mi a helyzet? A régi nézők körében. Van kit nézni? Nem is. Fú, nem tudom, szerintem már fél éve, legalább fél éve, inkább egy éve nem jártam StarCraft2.hu-n, úgyhogy nem tudom, hogy van-e aktivitás. Amikor utoljára ott voltam és néztem a néhány cikket, beújítottak
fórum motor, vagy nem tudom minek nevezzem téren. Aztán azt is számolt, hogy hányan nézték meg a cikket, nem csak hogy hányan kommenteltek rá. És az is valami ötöt mutathat. Tehát, hogy öten nyitották meg, az azért eléggé... silány. Egyébként én streameltem ezért Heart of the Swarm-ot is, nem csak Wings of Liberty-t. Utána is volt némi aktivitás. Hát én a multit egészen konkrétan fizikailag sem bírom. Tehát mit agadás? Mentálisan sem, de... tehát a vége felé az utolsó néhány SC2 adásnál fizikai, hát nem fájdalmat, ilyen kényelmetlenséget éreztem a csuklómban, mert hát azért a 200-as Pro APM-et hoztam, tehát azért nem volt ilyen gond, csak utána pihenni kellett. Hát, szerintem idejét múlt maga a játék, de ezt már nagyon sokszor, nagyon hosszasan kifejtettem, úgyhogy nem megyek bele megint. Mi kell nekünk? Jó, határozottan nem láttam ott kártyát az egyik craft után, úgyhogy nem tudom, hogy ott mi történt. Azért ez elég durva. Ez az oldal, ez a chill step. Hogy olyan számokat nyomat, amikre emlékszem konkrétan még a KTV virágkorából, és az volt vagy egy éve. Hát gondolom a licencet megvenni új dalokra, az nem. Nincs magas. Magasan a prioritási listán. Na most, ez a Holiday Badge akármi, az 11 kártyából áll, és én újra meg újra, hogy ugyanazokat kapom. Nagyon ismerősek a nevek, amiket kapok. Tehát... az nem túl pozitív. Szóval az a ráció ezekben a badge-ekben, hát mondjuk ott kezdődik, hogy egyáltalán nem szükségesek így a Steam élményhez, de én ezt úgy tekintek ezekre, mint hát ilyen feedback-szerűség, hogy az a játék, mit tudom én, mennyire tetszett, vagy ilyesmi, mert én mondjuk nem ész nélkül összegyűjtöttem mindent, hanem ami szarabb volt abból ugye az ingyen kártyák után kiegészítettem, hogy ki tudjak rakni egy badge-et, aztán minimális költséggel lefaragtam, lefaragom most. Aztán a többinél meg több szettet is kiraktam. Aztán szempont volt, hogy mennyire olcsó mondjuk. Mindjárt ránézek erre a Holiday-ben ezére, hogy hogy állok, mert szerintem a 11 kártyából ilyen
8-at, 8 félét, ha kapok. Nem tudom, mi a franc van. Közben ránézek, hogy kaptunk-e valami értékeset. Van itt egy 10 centes emoticon. Hát ez így marad, 4-esen. Jó. Na nem, mert itt van egy ready, úgyhogy már végigmentünk. Nos tehát, mi van még itt? Jaj, ez mekkora hulladék játék volt. Szóval, ezeknek a játékoknak egy része ezéből van, Humble Bundle. Mert ha hozzáadod a fiókodhoz, az elég, és akkor ugye a játszással pedig esik majd. És hát mit tagadás, van köztük hulladékjáték is, tehát csak azért, mert Steamen van, az egyáltalán nem garancia minőségre. Ez egy kellemes muzsika. Ne vicceljünk már! Most nézem a legújabb sc2.hu cikket, és 3 megtekintés. Ez volt... Ez ma. Ma került ki ez a cikk. Jó, akkor mondjuk nem reprezentatív a 3. Ja, jó. GSL-re volt 156 megtekintés. Ah, itt 260. Jó, akkor annyira mégsem vészes. Home Story Cup 270. 300. Hát akkor jó van. Csak már a vége felé a chatet is széttrollkodták az emberek. Most se kaptam Holiday Sale-t. Vagy mi az? Kártyát. Most nézem. Ez mi? Ez mi? Én nem pont így számoltam. Úgy számoltam, hogy minden egyes Batchcraftért kapok egy holiday kártyát. Na jó, ezt meggooglizzuk.
Most itt 100 tárgyam van. Tehát elvileg, ha én ezt most le-x-elem, és mondjuk valami bug miatt itt nem jelent meg a kártya, akkor 103-ra kell felmenni. Ha 102-re megy fel, akkor megszívtam. Vagy mi? Nem megy fel sehova? Így is lehet. Itt van, hogy level 1. Ez nagyon furcsa. Nincs róla Google találat. Tehát akkor másnak nincs ilyen gondja, hogy én nem tudom, jó, próbáljuk meg megint. Most meg ott van. Ja, hogy nem megy 100 fölé. Á, na ezt nem tudtam. Ez mondjuk furcsa. Ez nagyon furcsa. Jó, mindegy. Ez is egy jó muzsika. We'll be able to fit all the information the world has, everything that everyone knows and believes and dreams, into nothing. It will all be there, stored and filed, tagged with any keyword you might imagine. Our hard drives will be thin air, they'll make nanobots look like elephants, and elephants will be in there too, tagged, accessible with search terms like grey, ivory, and the largest land-dwelling mammal. We'll process away at nothing. And understand everything. We'll think of a word and the information will slip in, not through our ears or eyes, but straight through our skin. Information. Jó, szóval legalább két kártyát nem kaptam meg. Ez valami bug lehet, nem tudom. Most is! Humanity must get to a point where we let go. We leave the useless ideas and the spent ideologies in the recycling bin. Like an adolescent brain shedding neurons. Like a snake slithering from its old skin. Like an old man who's come to understand so well the point where reality meets the intangible. Ah, megvan, megvan. Decide which breath will be his last. And who will enjoy that breath more than any that he has taken in his entire. Jó, hát nem nagyon van. Mi ez? Ez december 22-én lett kirakva, hogy nem kap ezért. Szóval ettől nem lettem okosabb. Jó, nem tudom, hogy ez mi. Nem túl jó. Nagyszerű. S hát reménykednem kell, hogy esik komolyan. És nem! Oh. Én úgy tudtam, hogy garantáltan ad, de ezek szerint akkor esélye van? Vagy én nem tudom. Nem egy hatalmas, tehát nem katasztrófa, de azért
Amikor az ember számít valamire, és nem az történik, ez kicsit. És amiért ezeket craftolom, meggyűjtöm egy, mert hát igazából... Hát hobbinak nem nevezném, de szóval ilyen mértne alapon, poén. A másik, hogy lehet pimpelni a... profilt. Steam profilodat. Nem tudom mennyi Steam felhasználó van itt, mert igazából a... a B-net az egy nagyon más rendszer, és igazság szerint csak nem régóta lehet egy kategóriában említeni a Steam-mel, amióta van ez a... mi is a neve? Mi a neve? Battle.net. Nem tudom mi. Na mindegy, szóval ahonnan lehet futtatni játékokat. Úgyhogy ez valószínűleg nem mond sok mindent sokaknak, de mindegy. A Blizzard játék legközelebb, meg úgy adás. Szerintem Overwatch. Ezt ki fogom próbálni, igaz, ezt mondtam a Heroes-ra is, de hát majd meglássuk. Most már meg a 60-as szint, és akkor, hogyha elmegyünk a profilra, és nyomunk egy olyat, hogy edit, akkor itt van az új showcase, és akkor itt be lehet állítani valamit, és akkor az plusz egy elem a profilon, aminek a tartalmát azt mi szabályozzuk. Hogy, ezekkel lehet a profilt egyedivé tenni. Hú, ebből is ötven. Pogchamp, sah. Hú, ebből is ott van. Hát igen, elég szorgosan gyűjtögettem a kártyákat, mint tagadás. Vagyis hát nem annyira szorgosan, hanem inkább... nem esett...
Szóval inkább beosztottam a dolgot. Hogy lustán is sokat tudjak gyűjteni, tehát kb. Ennyire van szó. Hát 2,5 megával töltöm fölfele, mint a régi szép időkben. Na jó, mondjuk azt meg kell hagyni, hogy ehhez a tartalomhoz nem kell nagy izé. Bitrate. Szóval ennek nem kell... Ezt igazából lehetne lejjebb is. Erre nem gondoltam, azt én. Emlékszem, hogy még annó is voltak gondok akadással. És már annó se. Nem azt, hogy nem vettem komolyan, de hogy... Tehát egy bizonyos minőséghez kell egy minimum sárszél. Már hogy részemről, amennyivel küldöm. Tehát vacakot nem akartam küldeni, úgyhogy... Igazából azoknak azt mondtam kellő illedelmességgel, hogy legyen szíves befektetni egy jobb netre. Tudja, hogy egy vagy két ilyen ünnepi kártya nem esik nekem. Mert nem látom őket, egyszerűen mindjárt rá is nézek egyébként, hogyha ezt befejeztem. Nem, igazából már most, mert nagyon zavar. Tehát megnézzük a számokat itt. És... Elég nagy különbségek vannak. A legtöbb az 14, amiben a legkevesebb van az 5. Na mindegy. Na jó, mit craftoltunk most az előbb? Most ezt craftoljuk le. Ebből úgyis csak egy van. Ebből egy van, azt tudom. Megnézzük, hogy megint esett-e valami.
Micsoda? Ez a háttér, ami most esett, ez 75 centet ér. Meg nem tudom, mitől kerül ennyibe, de... Szerintem nem is mutat olyan jól. Mindegy. Majd lehet, hogy eladjuk. Én nem tudom. Igen, a többi az csak szimplán szar. Na, hol tartottunk? Például nem tudom így, hogy lesz meg a 70-es szint, őszinte leszek, mert most vagyok mennyi, 60... Kettő? És fogynak a kártyák. Rohamosan. Oh. Ez csak nem folyó. Most vagyok 63-as. Ja, és nem esett holiday sale. Vagy igen? Nem. Mély levegő. Jajjaj. Nagyszerű. Most ha most vagyok 63-as. Egy szint az 600 XP. Nekem 7 szint kell. Tehát 4200 XP kell. Egy badge az 100 XP, tehát 42 badge-et kéne még legyártanom. 42-t. Szóval sincs, hogy honnan lesz meg. De... Oké. Jaj, mielőtt elfelejtem, ha esetleg valaki emlékszik a régi 2v2-es, SC2-es időkre Validdal, azt hiszem ilyen néven futott, hát nem is emlékszem, olyan régen volt, de akkor most feltöltöttem egy új videót a YouTube-i csatornámra, ami nagyon hasonló tartalom van. Hát nem SC2, viszont a 2v2 feeling szerintem eléggé jól megvan. Úgyhogy tudom ajánlani. Azt hiszem, ami 3 perc az egész, vagy valami ilyesmi, szóval veszíteni való nincsen.
ISIS-be csekkol. És aztán valami nagy... Batchcrafter. Már nem emlékszem, de... Nem valami default szintje van. Jó, most nem találom hirtelen, de... Ja, az folyó bács volt. Itt esett a manóka. Most nézem. Na, meg is nézzük, hogy... Az ére valamit, 23 cent. Hát... Nem tervezek folyó bácsot kirakni, tehát... Szerintem ezt végül el fogjuk adni. Ez egy nagyon fura játék volt, Morphopolis. Ezt egy bundle-ban vettem. Még csak nem is Humble Bundle, hanem egy ilyen Steam-es bundle. Hát, hogy mondjam. Én csak szépnek sem mondanám, de valami Art Appreciation csomag volt, vagy valami ilyesmi. Gameplay az nagyon szar, grafika szem kiégető. De olcsók voltak a kártyák, úgyhogy legyártam az öt szettet. Nem hangos ez? Na, egész jó százalékkal kapjuk amúgy a holiday kártyákat, szóval azért... Panaszra nincs túl sok ok, de mindig ugyanazokat kapjuk. Na, erre ez viszont nagyon nem jó, ugyanis az azt jelenti, hogy majd ami kártyák hiányoznak a setből, tehát ugye körülbelül úgy kell elképzelni, hogy a legmagasabb számú, ami a múltkor, amikor néztem, az 14 volt. Tehát akkor az azt jelenti, hogy 14-es szintre kéne legyártanom a Holiday Badge-ot. És az azt jelenti, hogy a többi kártyát meg annyit kell venni belőle, hogy le tudjam gyártani a 14-es szintet. Szóval... Elég nagy kiadás. Na most vagyok 65-ös. Akkor lehet, hogy meg lesz a 70-es. Holiday kártya nélkül, mármint. Nagyszerű. Melyik következik? Legyen ez. Thank you.
Üdv. Adás témája az csak kraftolás. Illetve terveztem némi játékot is, de olyan fáradt lettem, mire hazajöttem. Nem tudom abból mi lesz. Kártya, hát... Figyelj, minden megéri, hogyha te úgy gondolod. Tehát... Igazából azt nem mondom, hogy nem kaptam holiday kártyát. Szóval azt nem mondom, hogy önfenntartó, bár... De! Igazából hazudnék, ha nem azt mondanám, hogy önfenntartó, ha elveszem. Ez az izé, amennyit eladok, igazából azt simán vissza tudnám fordítani kártyára. Most újabban vettem játékokat, az került némi pénzbe, de... A megéri kérdésre, hát nekem megéri, hogy... Hogy plusz egy showcase-om legyen a profilomon, ennyi. Ha neked nem éri meg, akkor neked nem éri meg kártyázni, úgyhogy kb. Ennyi. Aztán mivel ezt a pénzt soha nem látom viszont, amit befizettem, még ha el is adok cuccokat, meg mit tudom én. Mert hogy én nem fogom venni a fáradtságot, hogy itt middleman keresek, tudom én, PayPal, akár. Ezért valamire ellövöm. Most én annyit nem játszom, hogy játékokra. Úgyhogy mi másra, ha nem arra, hogy szépítsem a kis profilocskámat. Na hát fogynak. Ezt kell, hogy mondjam. Hú, ez egy nagyon drága badge volt, emlékszem. Mennyi kártyából áll? 6? Darabja volt valami 20 cent, vagy ha ilyesmi. Nem akarok hazudni, de... Ja, a gyémántok az más. Az nagyon más, Isis. Hogyha bezúzod a tárgyaidat gyémántá, akkor... hát akkor gondolom összerakod egy zsák gyémántá, ezt eladod. Annak látom értelmét. 67-esek vagyunk, úgyhogy nem sokára 70-es. Én annyira nem gyémántozok. Inkább eladom pénzért, tehát... Kivéve extrém esetekben, ha megéri, ha jobban megéri gyémántá bezúzni. Vagy hát nem is gyémánt az, most itt használom itt a... Az nem is tudom, drága kő, valami ilyesmi lenne. Szabad fordításban. De igen, hogyha egyre gondolunk, akkor én azzal nem nagyon foglalkozom, mert... Azt még el is kell adni a piacon, és utána tudsz csak venni cuccokat. Na, hát az van, hogy... nincs meg a 70-es. Az a nagy büdös helyzet. Elszámoltam magam. Szerintem. Ugyanis ez az utolsó. Jó, itt még párat ki tudok farmolni, de hogy én azzal számoltam, hogy simán meg lesz a 70-es, és akkor az utána lévő azok csak bónuszok, ami a Holiday Sale Badge-ból jön. Mindegy. Hát igen, ha 100 üzenetem lenne ez, és akkor menne a mass block, meg a nem tudom mi. Ezek az új tárgyakat jelzik. Nem vagyok benne biztos, hogy trollkodtál-e, úgyhogy gondoltam megválaszolom. És nem megy 100 fölé. Valamiért. Igazából az volt a terv, hogy azt nem nyomok rá. Mármint, hogy rá lehet nyomni, csak hogyha nem nézed meg az értesítőt, akkor nem nullázza le. És akkor meg tudom, az volt a terv, hogy meg tudom nézni a végén, hogy hány tárgy esett nekem.
Ez egy nagyon hosszú leírás a háttérnek. De nem megy 100 fölé, úgyhogy nem tudom megnézni hány tárgyeset. Legalábbis azt hiszem. Négy tízes, az nice. Nem esett már megint. Miért nem esett? Csókolom. Üdv, Jeriga. Jó, hát ennyi. Kimerült. Tehát, ja nem, itt van a szintem. Hülye vagyok. 68. Szerintem nem lesz meg a 70 még a Holiday-ból sem. Mennyit tudok lekraftolni? 7-et. 21. Az egyikből 21 van. Az kicsit kellemetlen. Hogy úgy mondjam. Ja, és ezekből már nem jön Holiday Card. Card. Ezt jól összekombináltam. Szóval nincs esély arra, hogy esetleg többet tudok magamtól gyártani. Anélkül, hogy vegyek még. Muszáj lesz. Francáljon bele. Az Adokaisis néhányat, hogyne? Állj be a sorba, annyian akarnak ingyen cuccot, hogy én ezt nem is értem. Szóval... az emberek úgy jönnek Steamre, hogy... mármint nem rád gondolok, mert te költöttél a profilodra meg mindent, de hogy úgy az átlag... 10x éves. Úgy jön a Steamre, hogy most akkor ő itt összekönyörög mindenféle szart, tehát... erőt eszembe én. Nézek valamit gyorsan. Most mi van? Ja. Na, mi folyik itt? Tovább kraftolunk. Nem, én arra csak céloztam, Isis. Hatalmas különbség. Kikérem magamnak. Nem, amúgy egyáltalán nem. Tényleg, azért írtam alapvetően, hogy akinek csak a pénz kell, vagy hát pénz, hát ezt nem tudom, hogy lehet annak nevezni, de hogyha a játékra akarja fordítani Steam-et, simán ingyen kifarmolhatja. Ja, én egyáltalán nem számítottam arra, tehát én nagyon jól el vagyok ezzel, amit itt összeharácsoltam. Ez is elég fura, hogy nem reveal-elődik. Na mindegy. Hatvankilenc. Az azt jelenti, hogy már csak 6 badge-et kell lekraftolni. Ja, és most fogyott el a kártyám. Tehát 684 XP kell, ja bocsánat, akkor 7 badge-et kell lekraftolnom ahhoz, hogy meglegyen a 70-es szint. 7-et. Nem különösebben pozitív. Ezt kell, hogy mondjam. Ezt el tudom adni. Várjál, megnézzük, hogy... hát itt esett egy 55 centes háttérkép is. Meg egy 75 centes. Úgyhogy abból azért lehet kőteni. Miért kerül ez ennyibe? Még elég érdekesen néz ki. Szerintem ezt eladom. Ja, ez nem látszik mondjuk az én streamen. Meg tudom én azt valahogy mutatni? Valószínűleg igen.
Ne, jó, jó, tudom, ne, későn kapcsoltam, hogy nem látni. Szóval ez... Mi? Ez a neve a ja, bocsánat. Igen. View full size. Hoppá, csak az böngészőben nyitja meg, hát az kellemetlen. Igazából ha átmegyek break screenre, szerintem nem lesz nagyobb. Hopp, pláne hogy szarú veszi fel. Azonnal megszereljük, így is van. Ja, ez így nagyobb. Szóval ez kerül 55 centbe. És... A másik az... 75 centes. Az pedig ez. Ami eset. Szóval semmi extra. Ez még csak nem is annyira ijesztő. A jelenlegi háttérképem az ijesztő, mint ez. Na mindegy, ezeket jól eladjuk szerintem. És beforgatjuk kártyába. Na és akkor itt, hát igen. Szóval itt nem tudom megnézni összesen hány tárgyam esett. Úgyhogy ezt most kiixeljük, de jó sok. Majd erre visszatérek. Mit akartam? Ja igen, badges. Bőven van egyébként gagyi háttér. Egyébként egy csomó játéknál még sajnálom is, hogy nem szántak rá 5 perccel többet a fejlesztők, hogy egy olyan képet adjanak a Valve-nak, hogy valami érdemben legyen. Mert egyszerűen az, hogy oda csapnak 2 karaktert a játékból egy fekete háttéren, az valami gusztustalanul, semmit. Tehát nulla, nem. Na most, amit meg kell nézni, nem, én nem fogok foilt, az biztos. Ez ki van zárva. Úgyhogy... Kell nekem ez. 18 cent? 18 cent. És miért nincs... És mi a franc van? Na jó, ezt a neten megnézem. Szerintem bebuggolt. Hát ez sajnos tényleg csak 18 cent. No price history? Az nem jó jel. Az nem jó jel. Egyet se adtak el? Ez most azt jelenti konkrétan, hogy egyet sem adtak el ebből? Ellenben ez 180 gemnek számít. Úgyhogy lehet, hogy megérné bezúzni. Mennyi? 1000 gem 70 cent, ugye? Ez azt jelenti, hogy ez az 1/5-e majdnem. 70 centnek az 1/5-e mondjuk egy olyan 15. 15 cent. Hát ez 18, úgyhogy igazából ugyanott vagyok, ha eladom, mint hogyha bezúzom. Úgyhogy... ezt szépen eladjuk 18-ért. Hát van még ez, amiből pénzt lehet csinálni. Jaj, a izét adjuk el nagyon gyorsan. Ezt a Steam-es hátteret. Hetvenöt a legalacsonyabb, 55 a... legmagasabb buy order, úgyhogy
mennyire sietünk ezzel. Igazából nem nagyon. Ez 10 gemet ér, 10-et. Hát az ki van zárva. 75-et írva fel, az 85, 82, 80 lesz ebből. Jó. Hát ezt a másik sokat, relatíve sokat érő hátteret meg. Nem tudom, igazából fel kéne próbálnom, hogy ez most akkor hogyan néz ki szerintem. De szerintem ocsmány. Tehát ezt kell mondjam, hogy... Jaj, cukik is keretem le. Masnikkal. Szóval ez a háttér, amiről beszélünk, ez... mi ez? Ja, ez igen. Ez az. Én erősen kétlem, hogy ez bármilyen formában is jól néz neki, de mindegy. Hát... az a baj, nem rossz. Igazából most van Steam Wallet-om, úgyhogy hagyom. Bár hozzá kell tenni, hogy mindennek ugye elkezd esni majd az ára nem sokára, mert most craftolnak az emberek ezerrel. Nagyobb lesz a kínálat, úgyhogy... úgyhogy ha valamikor el akarok adni, az most lenne alkalmas. Na, és akkor még azt kell megnézni. Oh! Ez honnan? Melyik a legalacsonyabb? 3, 2, 2, 2, 2. De még 7 badge-et kell lecraftolnom ahhoz, hogy szintet lépek. Jó, akkor ez majd szerintem máskor lesz, mert én ezeket így komótosan be fogom szerezni, akár trade, akár bármi más útján, úgyhogy... úgyhogy én most be is rekeztem ezt az adást szerintem. Ezt majd jól felrakom a YouTube-ra. Kártyás midet? Ja, chat. Igen. Hát igazából nem. Tehát nem, egyáltalán nem. Trade-elek nagyon szívesen, ingyen nem igazán szeretném. Elfogadni, mert hát az érték, el tudod adni, tehát... ezt hagyd a francba. Itt van egy csomó 19-es cucc. Egy-egyben trédelhetünk igazából. De nekem, várjál, 10-es kell, 10-es az kinek van meg? Isis, neked van is 10-es. Nézzük meg. Tehát, ez úgy fog kinézni, hogy... ja, csak az a neve, hogy Mystery Card 10, oké. Okay. És akkor nézzük, hogy mennyi van neked belőle. Van neked 3. 4. Na! Áll az üzlet, vagy nem? Ja, hogy ennyi... mi? Várjunk? Mi kell nekem? 8. Mi az a 8? De hogy miért vannak különféle nevei a kártyáknak? 6, 7, 8, 9. Ez most azt hiszem nem látszik. A trade offer. Várjunk, ezt lehet, hogy meg tudom szerelni. Layered Windows. Talán ez így működik, nem? Hát ez így rohadtul nem működik, úgyhogy tök felesleges volt. Na mindegy, én megpróbáltam. Persze, mert ez egy külön ablak, igazából van értelme így. Ö...
14, vagy mi az, fia vagyok. Tehát 4 10-es, akkor azért, ha adok neked 4 9-est, az szerintem nem rossz. Vagy van neked, mennyi 9-esed van? Vagy hogy van ez? Ha csak eladod, akkor neked mindegy, hogy milyen kártyát kapsz, nem igaz? Tehát akkor legyen 9-es. Menjünk. Melyik a 9-es? Itt meg már átneveződött az én inventory. Ja, nem itt. Na gyerünk. Akkor nyomunk egyszer egy ilyet. Ja, és persze el kell fogadni mobilon. Egy holiday? Akkor a többit eladod. Kevesebb, mint 8? Aj már, hát akkor várja, akkor ezt, akkor miből van még nekem sok? Van 2-esem. Kettesen van. Ennyi. Többiből kevesen van. Jó, mindegy. Maradjunk annyiban, hogy ezt most itt lezárom, ezt az adást, és akkor majd megbeszéljük. De egyelőre ennyi. Na, további szép